Az osztályfőnökömnek volt egy mondása, most nem tudom, hogy milyen apropóból mondta, de nekem azt mondta, hogy soha ne menj a sorsod elé, várd meg, míg megjön. Tóth László 61 éves volt, mikor feleségétől karácsonyra festőkészletet kapott, és életében először festeni kezdett. Ma pedig már önálló kiállítása van a Dési Huber István Művelődési Házban. A festészet az mindig is érdekelt, de úgy igazán egy családi beszélgetés volt 2017 őszén, hogy karácsonyi ajándékot mit szeretnék. És a feleségem kitalálta, hogy mi lenne, ha kapná egy festőkészletet. És hát meglepett karácsonyra egy festőkészletet. Az van bennem a lelkületemben, hogy keresem az újat. Mindig az összefüggéseket, ha lehetséges, egy saját stílus szeretnék kialakítani, amivel azt mondják, hogy bárki ránéz a képre, és na, ezt a Tóth Laci festette biztos. A képeim ne csak vizuális élményt adjanak a nézőnek, hanem olyan világot szeretnék teremteni a képeim által, hogy bevonzom a nézőt, és a néző pedig jól érezze magát. László festményein egyszerre van jelen a múlt és a modern kor, görög mitológia, bibliai szimbólumok és hétköznapiság fúzionál modern formákkal és absztrakt kompozíciókkal. A kilenc múzsa ragadott meg úgy igazán, mert a kilenc múzsa a legnagyobb befolyást tette az ókori világba, de hangsúlyozom, hogy ma is hatnak ezek a múzsák. Az egyházban úgy vélték, hogy az emberi testben, belülről, a lélekben a jó és a rossz harcol egymással szembe. Ezt próbálták állatokhoz hasonlítani, hogy az állatok milyen bűnöket testesíthetnek meg. Haragnak a képénél, ahol egy vaddisznó van ábrázolva, mert ugye azt gondolták, hogy a vaddisznó az olyan, hogyha beszorított állapotba kerül, akkor a vadásznak neki támad és neki ront. Hát ez tulajdonképpen Istennel szembeni türelmetlenség és engedelmesség. László siker története is azt támasztja alá, hogy új szenvedély találni és annak élni soha nem késő. Az osztályfőnökömnek volt egy mondása, most nem tudom, hogy milyen apropóból mondta, de nekem azt mondta, hogy soha ne menj a sorsod elé, várd meg, míg megjön. Most ez annyira bennem volt, hogy íme itt van, 68 éves vagyok, most jött el az a kor, hogy én ecsetet fogjak a kezembe. A Dési Huber Művelődési Ház pedig nem csak ezzel a kiállítással rukkolt elő az idei nyárra, hanem szinte egész nyáron egymást érik a programok a 9. kerület és környéki lakosok számára. 22-én családi nap lesz, a József Attila lakótelepen lesz kirakodóvásár, helyi kézművesek jönnek, nagyon sok gyermekprogram lesz. De lesznek még filmes esték, sőt drámatábor is.